Hazai környezetben fogadta a Racionet Honvéd a Metalkom Szentes csapatát az OB egy hétközi fordulójában. A Kursa partiak ellen idegenben egy góllal nyert Vad Lajos együttese, így kiélezett mérkőzésre volt kilátás. Ezzel együtt nagyon fontos volt a 3 pont begyűjtés a felsőházba való kerülés szempontjából. A mérkőzés elején mégis a Szentesnek sikerült jobban. Pellei Frank talált be emberelőnyből, így az Eger elleni idegenbeli vereség után ismét rosszul kezdődött a parti a Honvéd számára. 4 perc elteltével Szívós Márton szerzett szemfüles megúszás volt, 1-1. A vendégek továbbra is partiban tartották magukat, egy újabb emberelőnyt váltottak gólra, ezúttal Somogyi Balázs volt az elkövető. Szerencsére jött a válasz postafordultával. Dr. Illés Sándor ütemtelen lövése már a 2. Honvéd gólt jelentette, így az 1. negyed kiélezett küzdelem mellett döntetlennel zárult. Ennek megfelelően kellett Vad Lajostól az ébresztő fiúk, hogy jobban felpörögjön a csapat a 2. játék részre. A csapat megfogadta a tanácsot. Andrej Balakirev szép találatával először vezettek a hazaiak a mérkőzésen. És míg az Eger ellen több szükségtelen lefordulás gólt is kapott a Honvéd, addig itt ők használták okosan ezt a fegyvert. Szívós Márton volt ismét eredményes, ezzel 4-2-re módosítva az állást. A 2. felvonás utolsó perceiben aztán megvillant a Honvéd hármasa, Gyárfás Tamás is, akinek pattintott lövésével először vezetett 3 fával a hazai csapat. A 2. negyed tehát jól sikerült, kapott gól nélkül abszolválta a Honvéd. Így folytatódott a találkozó a 3. játék részben is, ahol sokáig nem született találat, viszont a végén Szívós Márton egy emberelőnyös helyzetet kihasználva 3-ra növelte góljai számát. Kezdett nyílni az olló a két csapat között, főleg Irmes Pál megúszás gólja után, amivel már 5-tel vezetett a hazai gárda. A 4. negyed gólgazdag játékot hozott. Most is a Honvéd talált be először, Simon Adrián szépen pöciszte a hálóba Szívós Márton passzát. 8-2. Megtört viszont a vendégek 2 negyeden át tartó gólcsendje. Somogyi Balázs mellett Vörös Viktor is betalált. A szentesi 6-os gólja után 4-re felzárkózott a vendégcsapat. Ezután újra a bevált Szívós Simonkó produkció következett, és ismét a Honvéd 12-ese bombázott a vendégek hálójába. Ráadásul büntetőből a fiatal Vad Levente is eredményes tudott lenni, magabiztosan lőtte ki a bal alsót. Ezzel elérte a 10 gólt a Honvéd. A hazaiak duplájára szentesi dupla volt a válasz. Nagy Márton, majd Tóth Gyula volt eredményes, de alig több mint 1 perccel a vége előtt ez már csak eredmény kozmetikára volt jó. Főleg azután, hogy Vad Levent az utolsó percben szép góllal zárta le a meccset, ezzel beállítva a 11-6-os végeredményt. Megérdemelt hazai sikert tehát a Honvéd javára. Nézd, Egerből jöttünk. Tehát onnan azért elég nehéz volt fölállni, de én úgy érzem, hogy is minden tiszteletet megérdemel a csapat, aki mondotta, jól játszottak, és köszönöm nekik, és külön Szívós Marcinak ezt a hozzáállást. Hát igen, az elején nem úgy ugrottunk bele a meccsbe, ahogy elképzeltük, tehát azt gondoltuk, hogy az lenne a megfelelő stratégiára a meccs, hogy az első pillanatok ezen nekik megyünk. Ez nem sikerült, viszont a 2. negyedben sikerült ritmust váltanunk, nem kaptunk gólt 2 negyeden keresztül, és gyors lefordulás gólokkal sikerült végül is megtörni a Szentest, az utolsó negyed pedig már csak amiatt volt fontos, hogy milyen gólarányunk van. Örülünk nagyon a győzelemnek, nagyon fontos volt ez az utolsó 3 meccsünk, ugye mindhárom nyerhető kategóri, és mindhárom a szükség van ahhoz, hogy a felsőházba jussunk, és emiatt nagyon örülünk ennek az első győzelemnek. Ez jó lendületet adhat meg a következőkre. Szombaton újabb kiki meccsre utaznak a piros-fehérek. Ezúttal a közvetlen rivális Tatabánya vendégeként szeretnék majd begyűjteni a 3 pontot. Csak a Honvéd.